Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, srácok! Ez most egy ilyen kis elmélkedős videó. Ne is várjátok, hogy nagy képernyőbe lesz, mert telefonnal veszem fel, miközben megyek be a munkahelyemre. Azt sem tudom még hova nézzek, ez nálam úgyis mindig kérdéses. Na, szóval azon elmélkedtem, srácok, hogy telik az idő, és már nyáron lesz, hogy 6 éves lesz a csatorna, mondjuk az is inkább nyár második fele, de hogy repül már az idő, nem? Most kérlek, kommenteld be, hogy te hány éve, vagy hány hónapja, hány hete, vagy hány napja nézed még csak a csatornám, mert vannak nagyon új nézők, vannak aktívan aránylag új nézők, vannak már akár egy éve aktív nézők, és vannak, akik mondjuk 2-3 éve is néznek, vannak, akik kihagyásokkal, vannak, akik visszatérnek, megértem, mert rengeteg dolog van, kevés az idő, változnak az emberek, változok én is, ez a fő téma most a beszélgetésbe, amin, hát az is az elmélkedésembe, nem beszélgetésembe, amit Vidman indított el, mert megnéztem a miért nem animálok, miért nem csinálok animációs videóját, ahol kifejtette azt, hogy régen lehet, hogy arra épült a csatornája, nagyon szerette is csinálni, de hogy most már nem leli örömét benne, és ez kicsit arra ébresztett rá, hogy igen, mint videósok és content tartalomgyártók, beszéljünk erről egy kicsit, hogy miért van az, hogy mondjuk másnál is látsz másfajta tartalmat, például SSO videósok más játékkal játszanak, én szinte teljes abba hagytam az SSO-t, bár nyára tervezek egy hosszú edzünk végig összes verseny nosztalgia live-ot, ez nem titok, most már nektek elárulom, hogy terve van, de már annyira nem élveztem a játékot őszintén, és azt vettem észre, hogy ti sem, mert változunk. Volt, akitől megkaptam az évek alatt, holló, ha már holló, hát, tehát, hogy megkaptam az évek alatt, hogy sok volt ilyen egyébként, hogy már nem az vagy, aki voltál, nem ugyanolyan szórakoztató a tartalom, nem ugyanolyanok a vicceim, bár azért aránylag fárasztó vicceket tolok live-okba és videókba is, ezt szerintem sokan tudjuk. Mindegy, ez most ilyen kicsapongós, már nem is vágom meg, ez egy vágatlan videó, meglátjuk milyen hosszú lesz. Tehát, hogy igen, mert gondoljunk bele, srácok, én ezen gondolkoztam a buszúton, most éppen a munkahelyemre gyaloglok, mert már egy órával később van, mint kellene, tehát, hogy 6 óra 17 helyett, nem, 5 óra 17 helyett van 6 óra 17 óra átállítás, úgyhogy ja, hát ez van, az óra is átállt magától, nem mi akartuk, ugye? És hát ez arra utalás, hogy minden változik. Tehát, hogy annyit akartam kérni tőletek, srácok, hogy elmélkedjetek, hogy mielőtt felteszitek ezt a kérdést, hogy, vagy ezt mondjátok, hogy hát már nem ugyanaz vagy, meg minden, gondolj bele, hogy te ugyanazokat szereted csinálni, ugyanúgy viselkedsz-e, mint mondjuk 4-5 éve. Most hagyok időt, hogy visszaidézd magadat 4-5 évvel ezelőttről. Igen, látod magadat kisebb formában? Ugyanazokat csinálod? Ugyanazt szereted? Ugyanolyan reakciókat vált ki belőled minden? Eléggé nem hiszem. Tehát nagyon meglepődnék, hogyha azt mondod, hogy igen, én semmit nem változtam ebbe az 5 évbe. Elég, hogyha megnézzük egymás srácok, hogy a cseten való kommunikáció, viselkedés, elférek a két autó közt el, hát. Tehát, hogy változunk nagyon. De ezzel nincs is baj. És igazából az egész elmélkedést csak arra akartam kifuttatni, hogy annak kell örülni, ami éppen a jelen, mert nem tudhatjuk, hogy mennyi van még hátra a jövőből, legyen ez akár az élet, bár az úgy nagyon elmegyünk egy deep vonalba, vagy legyen ez a videózás. Ugye nekem 6 éves lesz a csati nyáron. Én azt terveztem, hogy 2025-6-ig meglátjuk, hogy mennyire van kedvem csinálni még tovább a live-okat, videókat, játszani az újabb játékokkal, ti mennyire szeretitek a csatornát, mennyire szerettek engem, és attól függően ott már azért bejön a családalapítás témaköre is, legkésőbb, lehet, hogy hamarabb, majd meglátjuk, hát ezt majd az Isten intézi, ahogy szeretné. Úgyhogy ott viszont nyilván
változni fog a dolog, mert lehet kevesebb időm lesz, de ez még a jövő zenéje, most még annak kell örülni, hogy itt vagyunk egymásnak, srácok, és nagyon szeretném megköszönni, hogy világos lett, lekapcsolt a világító kamera, itt látszik, hogy most már hajnalódik, a kiugrom az ágyból, ha már régen múlt, édes fiam, tehát, hogy hol tartottam? Kell nekem itt csapongani a Mici Mackóval. A Mici Mackó horrorfilmet ne nézzétek meg, több ismerősöm nézte, és elvileg nagyon gagyi. Ha már film, írd le kommentbe a kedvenc filmed. Érdekel, hogy kinek mi a kedvenc filmje per meséje. És nem tudom, hogy ezt egyáltalán még itt vagytok, de remélem ezzel fogjátok jelezni, hogy igen, végignéztétek eddig a videót, illetve hol tartottam? Hű, de rossz, hogy nem tudom belevágni. Na mindegy. Tehát, hogy hűha, valahol ott, hogy még örülni kell annak, igen, a kötelék megvan. Tehát erre akartam visszatérni, hogy bár lehet, hogy nagyon sokan úgy vagytok, hogy havi egyszer néztek be élőadásba, vagy néztek videó alá, egyszer-kétszer kommenteltek. Nagyon sokan csendes nézők vagytok, amit szintén nem bánok. Én is nagyon sokszor nézek live-okat, és nem írok semmit, vagy csak megy a háttérbe, miközben játszok, vagy éppen írom össze a live menetrendet, vagy hasonlók. Én minden nézőt köszönök szépen, és most már 6400-hoz kevesebb, mint 48 feliratkozó kell, onnan pedig már csak egy kis ugrás, hogy meglegyen a 7000, ahol készülünk ugye a 24 órás live-okra. Hajrá, hajrá, srácok! Tehát ennek a videónak annyi volt a lényege, hogy kicsit gondolkozzunk el azon, srácok, hogy mikor véleményt formálunk arról, hogy már nem ugyanaz vagy, aki voltál, mint 5 éve, akkor gondolj bele, hogy te ugyanaz vagy, mint 5 éve. Érdemes elgondolkozni, illetve azon is, hogy miben látod, hogy miben változtál. Szerintem most sokan azt fogják mondani, hogy hú, mennyit változtak az 5 év alatt, tényleg gondoljátok át, ez így már a vasárnapra. Holnap találkozunk egy live-ban, az, hogy miben, azt még napközben írom ki, bocsi, hogy elkezdtem nagyon így lihegni, csak rohadt nehéz a táskám, van benne 2 liter víz, plusz még 1/2 liter víz, plusz a reggeli, ebéd, vacsora, uzsonna 10 órai, meg a füzet, tehát, hogy azért, igen, meg a ruha, hát ez ilyen. Tehát, hol is tartottam megint? Na, látjátok már megint, srácok, komolyan mondom. Elfelejtem, hallod. Tehát, igen, hogy elmélkedjetek egy kicsit, és hogy holnap milyen live-val találkozunk, azt én még nem tudom, mert még ma írom össze a live menetrendet, még ha eddig végignézted, írd be, melyiket várnád a legjobban. A Fortnite biztos, hogy lesz, azért nem mondom őt ahhoz opciónak. Tehát, hogy Roblox, hát a Robloxon belül az ugyanaz a 3-as kombó lenne, hogy lenne az Adopt Me, mert ott most dupla event van, lenne a Doors, meg a Fashion, vagy pedig Goose Goose Duck, vagy Among Us. Ebből a háromból választatok, srácok, melyiket várnátok a legjobban, és ezt is kommenteljétek, figyelembe fogom venni a kommenteket, hogy melyik játékot írtátok legtöbben, szerintem. És hogyha tetszett ez a kis elmélkedős videó, dobj egy hatalmas lájkot, tényleg várom az összes kommentet, srácok, arra kitérve, hogy mióta nézzétek a csatornát, akkor melyik játékot várjátok. Még az is leírhatjátok, hogy nektek személy szerint az elmúlt időszak alatt melyik játékok a kedvenceitek tőlem, akár. De én például szeretem a csomagnyitós videókat, illetve a, hát az ilyen zsákban macskásokat, úgy értem. Ja. Nem tudom, már nem akarom tovább húzni. Jó pihenés már, aki pihen, aki dolgozik, annak kitartást. Úgyhogy legyen szép vasárnapotok. Én Dév voltam, sziasztok!